áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor is öröktől örökké, amen. Mennyei király, vigasztal, igazságnak lelket, én minden és többet tősz, minden kutva és az életek valósak hozzá, mindig és tiszt is renked minden szentől, és így jósásra egy dicsőség a magasság Isten békesség a föld és az emberekben. Dicsőség a magasság Isten békesség a föld és az emberekben. Uram, nyisd meg ajkömet és számot a dicséretre fogja hirdetni. Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk. Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most is, mindenkor is, örökkön örökké. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. A mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz. Az egész világ békességért, Isten szent egyházinak jólétért és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen szent hajlékért, mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és isteni félemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Isten szerető Milán Nílus püspökeinkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen községért, minden városért, községért és vidékért, az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményének bőségért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazz, ments meg, könyörű és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymás egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most is, mindenkor és örökkön örökké. Oh.
Szent
figyelmezzünk, békesség mindnyájatoknak, bölcsesség figyelmezzünk. Mi nagyok a te műveid, Uram, s mindeneket bölcsen intéztél. S mindeneket bölcsen intéztél. Bölcsesség! Szent Pál apostol zsidókhoz írt levelének olvasása. Figyelmezzünk! Atyám fiai, amikor Isten ígéretet tett Ábrahámnak, mivel nem volt nagyobb, akire esküdjék, önmagára esküdötte szavakkal. Bizony gazdagon megáldalak, és soksorosan megsokasítalak, így aztán türelmesen várt, és elnyerte a megígért jó. Az emberek önmaguknál nagyobbra szoktak esküdni, és minden pörösködésnél azzal vetnek véget, hogy nyomatékképpen esküt tesznek. Ezért, amikor Isten az ígéret örököseinek nagyobb nyomatékkal akarta bizonyítani, elhatározása esküvel vállalt kezességét. Így a két dolog révén, melyben Isten meg nem téveszthet, erős támaszunk van, amikor arra törekszünk, hogy a nekünk nyújtott reményhez ragaszkodjunk. Lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, mely a szentség függönye mögé ér, ahová elsőnek lépett beérettünk Jézus. Az örök főpap Melkizedek rendje szerint. Békesség néked, bölcsesség figyelmezzünk! Alleluja! Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a szent evangéliumot, békesség mindnyájatoknak! És amelyeket! Szent Márk evangéliumának olvasása! Azon időben egy ember jöve Jézushoz térdre esvén előtte mondván, Mester, hozzád hoztam fiamat, kiben néma lélek vagyon, akárhol megragadja őt, lecsapja, tajt égzik, fogait csikorgatja és elszárad. S mondottam tanítványnak, hogy űzzék ki azt, de nem tehették, ő pedig felelvén mondá, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek nálatok, meddig tűrlek titeket? Hozzátok őt hozzám, és előhozzák. S amint meglátta őt, a lélek azonnal megháborítá, és földre esvén fetrenge valat ajtékozván, és kérdezé atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Amaz pedig mondá, gyermekségétől, és gyakorta vetette őt tűzbe és vízbe, hogy elveszítse. De ha valamit tehet, segíts minket könyörülvén rajtunk. Jézus pedig mondá neki, ha hiszel, minden lehetséges a hívőnek. S azonnal fölkiáltván a gyermek atya könnyhullatásokkal mondá, hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen, s midőn látta Jézus az egybefutó sereget, megfenyegeti a tisztátalan lelket, mondván neki, süket és néma lélek, én parancsolom neked, menj ki belőle, s többi beléje ne menj. S fölkiáltván is igen gyötörvén őt kiméne belőle, s lőn, mint a holt, úgyhogy sokan mondák, hogy meghalt. Jézus pedig kezét fogván fölemelvén őt is fölkele, midőn eztán bementek a házba tanítványi kérdék őt titkon, miért nem űzhettük mi ki azt?
s mondá nekik, ez a faj semmi által ki nem mehet, hanem csak imádság és bőtölés által. És onnan elindulván, átmenének Galileán, és nem akarta, hogy valaki tudja, tanítja vala pedig tanítványt, és mondá nekik, az ember fia az emberek kezeibe adaték. S megölik őt, de megölvén, harmadnapra föltámad. Krisztusban, kedves testvérek, dicsőség Jézus Krisztusnak! Kedves testvérek, mellettünk újra egy képet ad az evangélium. Egy olyan képet, amikor azt kell, hogy érezzük egy kicsikét, mi is ott legyünk, emellett az atya, emellett az apa mellett, aki elhozza gyermekét Jézushoz. Ez a kép, amit kicsikét bele kell élnünk, annak a mércével, hogy igenis mennyire át tudjuk, vagy át kell éreznünk, hogy mit is tesz ez az édesapa az ő családjáért. És meg kell, hogy fontosnak tartsuk, hogy ennek a gondolatmenetnek, amikor az édesapa kéréssel fordul Jézus Krisztushoz, igazából mind megyen keresztül. Kicsikét azt érzem, amikor sokszor az életünkben hatalmas nagy gondunk vagy problémánk van a családba, talán mi is úgy teszünk, mint ez az édesapa. Mert ha Szentírást előveszem, és látom Márk evangéliumában, hogy hogyan kezdődik ennek a csodának a megtörténése, akkor az, hogy Jézus közeledvén tömeget, sereget lát. Ez a tömegi sereg összegyűlt. Ez az édesapa beszél, úgymond a farizeusoknak, írástudóknak, beszél az ő gondjáról. Beszél az ő problémájáról. Elmondja, hogy milyen nagy bajba van. A gyermekem, az én egyetlen gyermekem, mi gonosz szállta meg, aki ezt teszi vele. Próbálja elpanaszolni sorsát. Sokan talán, akik ott vannak, megértik. Értik, átérzik ennek az édesapának a sorsát, a gondját. De talán sokan közömbösek is lehetnek e gond miatt. A másik dologban ugye még elmondja ez az édesapa annak a panaszát is, hogy Mester, én elvittem a tanítványaidhoz. Akik ott voltak vele, akik akartak segíteni, de nem tudtak segíteni. Végül a harmadik dologban talán azt érezni, amikor az apa megtalálja Jézus Krisztusban a messiást, megtalálja az ő aggodalmának, a gyógyulásának a forrását. Elpanaszolja mindaz, hogy Uram, az én gyermekem már gyermekkorától mindenem végigment. Én mindenki tudja, hogy mi hogy élek én. Mindenki látja, hogy hogy élek én, hogy mi nehéz napjaim és gyötrelmeim vannak az életemben. De milyen fontos, hogy ez az édesapa elvitte gyermekét az Úr Jézus Krisztushoz, ahol a gyógyulás forrását megtalálta. Ha ezt az oldalát nézem, kedves testvérek, az evangéliumnak a résznek, az üzenetéhez, akkor mennyire mi is sokszor ugyanebbe a kelepcébe esünk benne, és ha a képre gondolunk, akkor ugyanazt tesszük. Mindenkinek elmondjuk, hogy milyen gondunk és problémánk van. Mindenkinek elpanaszoljuk azt, hogy igenis, az én helyzetem mennyire nehéz és kilátástalan, mennyire nem tudok tovább lépni, mert az én gondom a legnagyobb. Talán néha fordulok olyan segítségért, amiben talán kételkedem, de megpróbálom, hát ha segít.
fordulok olyan kétségbe esett a helyzetemben, hogy talán hát, ha valaki más oldja meg az én gondomat, az én problémámat. Pedig Jézus Krisztus nagy szóval ki, ó, hitetlen, romlott nemzedék. Vajon kihez kell fordulni? Egyértelmű válasz. Egyértelmű választ ad. Hozzátok őt elém. Mennyire fontos, hogy rádöbbenjen az ember, hogy kihez kell fordulnia elsősorban. Bármennyire reménytelen, kétségbe esett az ember, és a legnagyobb gonddal küszködik ebben a világban, a legfontosabb először, hogy az Istenhez forduljon, és az ő segítségét kérje. Nem a világ fogja megérteni az én gondomat legjobban, hanem meg a mindenható Istenem, aki az üdvösségemet akarja, és meg akar engem menteni. Mert a második részben történik egy nagyon fontos esemény, mikor ott áll az apa a tény előtt, a reménye annak, hogy megkaphatom azt, s tőle függ, hogy mit akar, mit vár el az Istentől, hogy megkapja azt. Ha hiszel, a hívőnek minden lehetséges. Ha hiszel, amit kérsz tőlem, megkapod az Istentől. Ugye Gárdonyi Géza írja le, hogy aki ész nélkül mindent elhisz, az buta. De aki csak az hajlandó elhinni, amit lát, az még butább. Mert az Istennel való kapcsolatunk nem az érzéki világban valósul meg. Az érzéki világot minden Isten teremtménye megtapasztalja. Úgy az ember, mint minden Isten teremménye. De csak az ember képes ebben az érzéki világ fölé emelkedni a hitnek az erejével. Mikor tudjuk, hogy miért kell fel a nap, és miért nyugszik le. Mikor tudjuk azt, hogy a láthatatlan világban dolgok úgy történnek, ami a mi életünket meghatározzák. Az emberi szívben az a képesség, az a hit, ami célokat tud kitűzni a jövőben. Csak nem a mának élünk, hanem a jövőt tekintsük. Az édesapa is így áll meg Krisztus lábai előtt, szóval könyhullatással, ha hiszel. És ha belegondolt az édesapa az ő saját életébe, belegondolt az ő hitébe, belegondolt abban, hogy mit vár el az embertől az Isten, rögtön fölsóhajt. Hiszek, Uram, de segíts az én hitetlenségemet. Az, amikor az embernek az életébe fontosnak tartsa, hogy az Isten adjon egy olyan irányt, egy olyan célt, ahova el akar jutni. És most, amikor itt vagyunk Nagybőt, negyedik vasárnapján, akkor sok célt tűztünk ki, ugye, kedves testvérek, Nagybőt elején. Nagyon sok olyan dolog, úgy gondoltuk, hogy ez a Nagybőtben nem lesz annyi gondunk, problémáink, nem lesz annyi olyan dolog, ami olyan nehézé tenni annak a készülődését, hogy Jézus Krisztus föltámadásában részesüljünk. Pedig nem így van, kedves testvérek. Megmaradtak a gondjaink, problémáink, nehézségeink, sőt, még talán több van ilyenkor. De a kérdés, hogy kihez viszem ezt el? El tudom-e hozni? El tudom-e az életemben vinni az én Uram Jézus Krisztus elé? El tudom-e mondani, hogy mik az én gondjaim és problémáim? Mert ha el tudom mondani, akkor a kérdés is visszajön a válasz. Hiszed-e azt, amit kérsz, megkaphatod az Istentől?
Csak készülünk a húsvétre, akkor talán mi is sokszor fős, ó, Uram, hiszem, hogy jó lesz minden. De ott a kételj, és szükség van, hogy az Isten megerősítsen bennünket abban, hogy olyan hitünk legyünk, hogy nem csak a húsvétra, hanem előre kitűzött célunk a föltámadás reményében az örök életre készülünk. Hát adja az Úristen, kedves testvérek, hogy itt van ez a 3 hét. Vigyem el az Úr Jézus elő gondjaimat. Talán mondjam el, panaszoljam el. Senki se tud nekem segíteni, csak egyedül a jó Isten. Az én megváltó Istenem. Talán töprengek azon, hogy mennyire van hitem arra, hogy ebben a nagybődben elérvén a húsvét hajnalát, kitűzött célban, csak úgy tudok eljutni, ha hitemet erősítem. És ezt a hitet nem tudom másképp megerősíteni, mint hogy elpanaszolják a tanítványok. Imádság és bőtölés által, hogy elérván a célt, megkapjam, s részesüljek abban, amit Istentől várok, abban a föltámadásban, abban az örömben, amit az Isten az én üdvösségemért hoz majd el a Pászka ünnepén. Amen. Mondjuk mindjárt teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Mindenható Urunk, Atyáinak, Istenek, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj! Uram, irgalmasz, Uram, irgalmasz. Könyörögjünk még, Isten, szerető Milán Nílus püspökeinkért, lelki atyáinkért, és Krisztusban minden atyánk fiáért. Eseredzünk még hozzád, Urunk Istenünk, egyeskedjél a szentek tiszteletével, megdicsének jeljenek jó és hetetetlen pásztorát, Sándor püspököt és hitünk többi megvalóját, akik egyházunk üldözőtől kínokat és szenvedéseket viseltek el, Péter véletlenül átszenvedett püspököt, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj, Uram! Esedezünk még hozzád, Urunk Istenünk, hallgass meg imádságunk és könyörgésünk szavát, könyörülj Elza, Ferenc és családján, Sándor és családján, Iván és családján, kegyelmeddel és irgalmasságoddal és teljesíts összes jó kérelmeiket, bocsásd meg minden szándékosan vagy akaratlan elkövetett vétkezéseiket, add, hogy kedvesek legyenek imádságaik és irgalmas elekedeteik a te felséges királyi szék előtt. Oltalmazd őket minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden incselkedéstől, bajtól, aggodalomtól és betegségtől. Adj nekik egészséget és hosszú életet, mondjuk mindnyájan. Urunk, hallgass meg minket is, könyörülj! Tekints kegyes szemekkel ember szeret uralkodó Elza, Ferenc és családjára, Sándor és családjára, Iván és családjára, és hallgass meg hittel felajánlott esedezéseinket, mert magad mondát higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, amit imádkozva kértek, s meg leszen nektek, s ismét kérjetek és adatik nektek. Azért mi is, bár méltatlanok bízva irgalmadban kérünk téged, add a te kegyelmet, hittem megemlített szolgálynak is. Gyorsan hallgass meg minket is, kegyesen könyörülj!
könyörögjünk mi igazit jelenlevős tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, ami jótevőinkért, s minden igaz hitű keresztényért. Irgalmas és ember szerető Isten vagy, téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is, mindenkor és örökkön örökké. Pásztorunk Ferenc pápáról, Isten szerető Milán Nílus püspökeinkről, az összes papságról, az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű alapítóiról és jótevőiről, s mindnyájatokról igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor, és örökkön örökké. Áldja meg téged az Úr, 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 ezt a napkezetjenek is, hogy kiszentelt nevében, amen. A te egyszülött fiadnak irgalmáltal, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most is, mindenkor és örökkön örökké. Békesség mindnyájatoknak! Szeressük egymás, hogy egyetértőleg vagyunk. Szeretlek téged, Uram, én erősségünk, az Úr az én erősségem és oltalmam. Oh.
ajtókat, az ajtókat bölcsességben figyelmezzünk. Figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben fölajánljuk. Malasztja az Atya Isten szeretet és a Szent Lélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. Oh.
psalméneket énekelvén kiáltván, hangoztatván és mondván. Apostolainak adá mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik a bűnök bocsánatára. Amen. És apostolainak adá mondván, igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Amen. Ből néked ajánljuk föl, mindnyájunkért és mindenekért. És tedd ezt maga, ami Urunk Jézus Krisztus drága testévé, ez a kely pedig maga, ami Urunk Istenünk, üdvözítőnk Jézus Krisztus drága vérévé, mely kiontatott a világ életért, átváltoztatván a te szent lelkeddel. Amen, amen, amen. Legáldottabb dicső királynénkkal az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriával.
Atyánkunk, szentséges főpásztorunk Ferenc pápáról és Isten szerető Milán Nélos püspökünkről, és tartsd meg őket szent egyházban, békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igének helyes hirdetésére. És egy szívvel dicsőjtsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most is, mindenkor és örökkön örökké. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal. És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten atyánknak nevezni és mondani. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek, és ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most is, mindenkor és örökkön örökké. Békesség mindnyájatoknak. Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. Egyszülött fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott vagy legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Megtöletik és megosztatik az Isten báránya, az Atyának fia, ki megtörhetik, de meg nem oszthatom, ki mindenkor adom és szolgálom, soha el nem fogyaszthatom, ki a benne részesülőket megszentelik, a Szent Élek hitének teljessége, Jézus Krisztus mitán. Isten,
bocsánat, és elemenítőjéről. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Amen. Isten félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek. Áldott ki az Úr, Isten miatt akar szolgálni. Jajkitokat elvétetik, gonoszsátok és bűnötökből megtisztítattok. Üdvözítsd Isten a te népedet, és áld meg a te örökségeden! Magasztaltosság, főzaj, fadicsős az egész földön. Megszentelésünk is téged dicsőítünk. Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Békével távozzunk. Könyörögünk az Úrhoz. Uram, ki megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözíts népedet, és áld meg örökset egyházad teljességét, őrizd meg, szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik, te viszont dicsőíts meg őket, Isten erőddel, s ne adjál minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházainak, papjainak, s minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felőről van, leszállván tőled a világosság atyától. S téged dicsőítünk, imádunk, s neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor is örökkön örökké. Áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most is, mindenkor és örökkön örökké. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, ami reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Föltámad Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a szent dicső is mindenek fölött dicséretes apostoloknak, nagy szent Bazil, Kappadőce Cezária főpüspökének, szent és Isten egység atyáinknak, boldog Tódor fölszentelt vértrans minden szentének esedezései által. Könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Oh.